soon. Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Paraloxish. Paraloxish. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis. Ez itt csak nem a Parallaxis. A Parallaxis podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygótudományi portál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Helyszíni közvetítést adunk a para indító állványáról. Visszaszámlálás után megindítjuk a műsorunkat. Sziasztok, ez itt a Parallaxis Podcast 50. epizódja, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és ebben az ünnepi alkalomban ezúttal nem szokásos műsorvezető társaimmal, Miklóssal, aki fizikus, és Csabával, aki mérnök, osztozom, hanem itt van velem a Parallaxis eredeti csapatának a tagja, a kreatív, a kitaláló Szűcs Gábor Sasi. Szia! Hello, sziasztok! És Nagy Iván Kid, szia Kid! Szervusztok! Hát srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és Skype-on keresztül bekapcsolódtatok ebbe a ünnepi adásba, úgyhogy a kedves hallgatóknak itt rögtön az elején el is mondanám, hogy ez annyira nem a megszokott tudományos és fantasztikus témáink és témák körül fog forogni ez a mai beszélgetés, hanem igazából egy kis nosztalgiával szolgálunk önmagunk számára is, illetve azok számára is, akik most már több évtizede akár követik a Parallaxist és a tudományos és fantasztikus, illetve korábban ugye sci-fi és fantasy magazinként apostrofált különböző ismeretterjesztő munkánkat. Hát Sasi, hogy is kezdődött mindez? Hogy indult a Parallaxis a Pararádióban? Húha! Hát én úgy gondolom, hogy onnan kellene indítani, hogy a C3 alapítvány Pararádió programja az 1997-ben kezdte el a műsor szórását az interneten, és egészen 2007. szeptember 1-ig történt ez a dolog. És utána tulajdonképpen ti folytattátok, ha jól tudom. Maga a Parallaxis amúgy 1999. első 27-én csatlakoztam én az adásokhoz, és ha jól tudom, akkor ez 99. 6. hónaptól már élesbe mentünk a Parallaxissal. Hogy jött az ötlet, hogy tudományos műsort szerkesszél? Nekem ez mindig is nagy vágyam volt. Tehát igazándiból ezt többször is kértem már a Pararádiónak a főszerkesztőjét, hogy lehetne egy ilyet bedobni úgymond a köztudatba, mert ez egy hiánypótló műsor, hiszen máshol nem nagyon lehetett találkozni ehhez hasonló műsorfolyammal, én úgy gondolom. Kid, ha nem is az elején, az első pillanattól kezdve csatlakoztál a csapathoz, de gyakorlatilag alapítótagnak vagy tekinthető te is a Parallaxis esetében. Hogy csöppentél bele? Hát én Sasin keresztül, abban az időben IRC és egyéb csatornákon keresztül megismertem Sasit, és elég hamar kiderült a science fiction, az közös hobbi, közös érdeklődési kör, és akkor én a pontos részletekre már nem emlékszem, de egyszer csak Sasi felajánlotta, hogy nincs kedvem csatlakozni, és én meg azt mondtam, hogy de, és akkor így sikerült becsatlakozni. Elején csak így próbáltam segíteni a Sasit, aztán később meg a technikai részeket is próbáltam vinni, amennyire lehetett.
Szerintem nagyon jól vitted, úgyhogy ez... Igazándiból a zenei részt, az teljesen te szerkesztetted, ha jól tudom, ugye? Hát igen, tehát itt abban az időszakban jobban benne voltam az alternatív zenei folyamban, hogy úgy mondjam, és hát igyekeztem a témához illő zenéket választani, Tangerine Dream, meg hasonló dolgokat. Milyenek voltak a korai évek, mik voltak a témák, milyen volt a műsor hangulata, a visszajelzések a hallgatóktól? Akkor azt hiszem, hogy én lettem megcélozva. Már nagyon korán, ez a műsor előkészítési szakaszában én nagyon sok emberrel fölvettem a kapcsolatot, és már akkor is az volt a szándék, hogy ne csak science fiction-nel foglalkozunk, hanem minden, ami jön. Tehát igazándiból a science-et is, tehát a tudományt is, meg a fikciót is próbáljuk külön-külön is kezelni. És akkor fölvettem a kapcsolatot több emberrel. Tehát ugye nálunk azért nagyon sok ember járt, hogyha így visszatekintek. Így próbáltam fölkészülni egyébként erre a műsorra, és akkor néztem, hogy hihetetlen nagy anyagunk volt. Tehát ez őrület, hogy megemlítek néhány írót, hogyha gondoljátok esetleg. Nemere István, szerintem az ő nevét mindenki ismeri. Bogáti Péter, Lőrincel László, Treton Judit, Szélesi Sándor, akkor Kovács Tücsi Mihály, a Rezsabek Nándi például nálunk kezdett, ugye, most ha jól tudom, akkor nálatok oszlopos tag. Így van. Aztán a sciencefiction.hu, a Star Trek, a Star Wars, az LT-t szólítottam meg, és ott az egyik professzor, na most nem ugrik be a neve egyébként, ő is ellátogatott hozzánk, és volt egy előadása, hogy irodalom-e a science fiction, és utána ő is bekapcsolódott kicsit erősebben ezekbe a dolgokba. Tehát nagyon sok tervünk volt az elején, és nagyon sok kapcsolatot építettünk ki. Többek között ellátogattunk science fiction napokra, tehát felvételekről is mentek az érműsorok. Valahogy így indult az egész. És milyenek voltak a visszajelzések? A visszajelzések azok jellemzően csordogáltak az elején. Tehát nem volt nagy hallgatottsága. Ugye egy interneten megszólaló rádió műsornak igazándiból, ami indul, nincsen az elején nagy visszhangja, hiszen el kell terjednie a hírnek. És ott ütöttünk szerintem nagyot, amikor a sciencefiction.hu-n megjelentünk egy cikkbe, és akkor egyre többen kezdtek becsatlakozni hallgatók. Akkor elmentünk ugye ilyen science fiction napokra, ott riportokat készítettem, és egyre több embert, ahogy megismertünk, és utána egyre pozitívabb visszajelzések lettek. Aztán és ahogy új és új témákat próbáltunk fölvenni, tehát a csillagászattal kezdtünk el foglalkozni, elég komolyan, ugye Nándi, ha jól tudom, akkor kapcsolódott be ebbe a dologba. Akkor például akit az érdekel, tehát a MCE, az a Magyar Csillagászati Egyesületnek az akkori honlapja, ott is megjelentünk ugye egy ilyen hírben, akkor onnan is becsatlakoztak hozzánk, és érdekes módon a science fictionhoz is hozzászóltak. És ugye ez akkor divat, akkor kezdett divattá válni, hogy ilyen úgy a podcast, tehát akkor még nem így neveztük, hogy podcast, de akkor kezdett az divattá válni, hogy rögzítjük a műsorokat, és több hónapra, akár évre visszamenőleg is visszahallgathatóak ezek a műsorok. Tehát így kezdődött. Meg ugye azt sem felejtsük el, hogy abban az időben, mikor elkezdődött, még IVIF sem volt, nem, hogy Facebook, tehát azért az információ megosztás, meg egész az internet maga is teljesen más cipőbe járt, mint manapság. Nem volt mobil internet, és a zsebünkben egy komplett akár rádió, akár tévéstúdió, mikor, hogy nézzük. És akkor így keveredtél le ezek szerint Salgótarjánba, a 2003-as Hungarokorra, ahol David Prowse volt a vendég. A tíz vendég, így van, igen.
És akkor találkoztunk mi ketten, ugye, Ádám? Igen, igen, és hát nyilván persze. Természetesen errefele is szeretném terelni a beszélgetést. Ez engem, és akkor most itt elárulom a hallgatóknak, hogy mi sem beszélgetünk, vagy én nem emlékszem, hogy erről valaha beszélgettünk volna úgy részletesebben, de hogy miért és hogy kerültünk mi akkor Maróti Laci kollégámmal be a Parallaxisba. Úgy emlékszem, az biztos, hogy havi egy adást csináltunk, és talán a harmadik minden hónap harmadik kedjén, és azt hiszem, hogy szeptember hónap harmadik kedjén indultunk mi, akkor 2003-ban. Egy science fiction nap, Salgó Tarján, valahogy így képzeljük el a 99 után eltelendő évek, ugye az 2003 volt már, tehát ott már ez már a sokadik science fiction nap volt nekem, ha jól tudom. És akkor interjúkat készítettem, témákat is kerestem. Ott ugye nagyon sok emberi kapcsolatot lehet fölvenni egy műsor készítéshez. A fölvenni úgy értem, nem Magnóra, illetve a Magnó az már most már elavult, hanem igazándiból a szálakat fölvenni, tehát hogy információkat szerezni, meghívni embereket. És nekem ez mindig is célom volt, hogy minél több emberrel próbáljak ismerkedni, hiszen nekem ugye az volt a feladatom, a képzelt feladatom, hogy minél jobban bemutassam ezt a területet. Azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez akkoriban hiánypótló volt, mert a science fiction-nál gyakorlatilag se rádióban, se televízióban nem foglalkozott igazándiból olyan komolyabban szerintem, csak érintőlegesen esetleg egyszer-egyszer egy-egy műsor, de hogy kompletten ilyen műsor létezett volna, arról nem tudok. Kid viszont te abban az időben nem voltál a Parallaxisban, lehet a rövid elvonulásodról tudni valamit, hiszen ugye korábban benne voltál, aztán néhány évig nem, és aztán végül megint. Hát, hogy őszinte legyek, én már erre nem emlékszem, sok minden volt akkor, iskolai tanulmányoktól kezdve, de azért én úgy emlékszem, hogy azért igyekeztem minél kevesebbet kihagyni, mert a science fiction az nekem mindig is a szívem csücske volt, illetve más műsorokba is technikusként besegítgettem. Szerintem ez akkor lehetett, igen, amikor az iskola egy kicsit elvont engem a hobbi felől. Igen, de semmi egyéb oka nem volt. Igen, mert mikor mi megérkeztünk a csapatba, akkor nekünk Andrew volt a hangmérnökünk, talán egy évig, vagy másfél évig, már nem emlékszem pontosan, és akkor utána te lettél, aki tudtuk, hogy már korábban is voltál, csak ugye mi még nem dolgoztunk együtt. Egyébként azok érdekes volt, mert ugye azok az adások, ugye Andrew egy olyan, ő hangmérnök volt, ő nem beszélt bele, nem szólt hozzá a műsorokhoz, de Kid aktívan részt vettél a beszélgetésekben. Hát remélem, hogy hozzá is tettem valamit, nem csak kitöltöttem az időt. Van esetleg egyébként ilyen, tudom már 20 éve volt, de hogy ilyen emlékezetesebb adás, akár korábbról? Hú, igazán mindegyiket élveztem nagyon, és nem tudnék úgy egyet se kiemelni, mert mindegyik abban az időben nagyon lekötött, jó volt. Én mindegyiket egyformán élveztem, ezt tudom mondani. Melyik témák álltak hozzád a leginkább közel? Ó, hát talán az űrhajózással kapcsolatos dolgok, űrkutatás, csillagászat, ezek voltak igazán. De egyébként később én behoztam mindenféle egyéb dolgot is, ami kevésbé tudományos, de ugyanúgy érdekelt. Erre majd kíváncsi lennék, hogy Sasi mit mond, hogy neki ezek mennyire jöttek be ezek a témák, de alapvetően az űrkutatás és amik köré kapcsolódik, az a kedves, legkedvesebb a szívemnek. Igen, ha jól felejtem a dolgot, ilyen tehát ilyen természettudománnyal kapcsolatos dolgokat is behozott Kid. Én valami ilyesmire emlékszem, hogy a természetközeli élményeket próbálta megjeleníteni azok a műsorok. Jól emlékszem, ugye?
Tehát, hogy hogyan lehet Igen, természetes igen. étkezést behozni az életünkben. Akkoriban kezdett divatba jönni ez a biokultúra. Tehát, hogy Így minden... van, így van. És az ezt támogató információkkal próbáltuk így föltopírozni még a műsort. Azt kérdezem, ha jól... Igen, ezek így elég alternatív témák voltak azért, igen, meg, igen, de kevésbé volt talán tudományos, de én ezt érdekesnek tartottam abban az időben, tehát úgy gondoltam, hogy érdemes foglalkozni vele. Én is így gondolom, hogy érdemes volt. Tehát mindent, próbáltunk mindent megragadni valójában, ami hiánypótló lehetett ezekben a műsorokban. Tehát, hogy igazándiból erről sem nagyon volt szó más műsoroknál. És az éneket próbáltuk bevonzani. De hát ez illet is gyakorlatilag a Pararádió alternatívabb, vagy alternatív világképébe és hangjába. Igen, igen, mindenképpen. Tehát a Pararádió az bevallottan ehhez hasonló irányt próbált befogni mindig is. Tehát a zenei világban is próbált olyan területeket lefedni, amik máshol nem lehetett meghallgatni. Akár politizált is. Tehát olyan műsorok mentek, ami nem egy megszokott politikai nézőpontokat képviselt, hanem ilyen alternatív gondolatokat is megjelenített. Ez nem a Parallaxis természetesen, hanem a Pararádió, mint manifestum, vagy mint média manifestumnak a többi műsorára gondolok. Neked egyébként melyik volt a legemlékezetesebb, vagy melyek voltak azok a igazán emlékezetes adások a Parallaxisban? Hú... Nehéz kérdés, mert nagyon sok volt. Tehát igazándiból, amikor azokat nagyon élveztem, azokat az adásokat, amikor én beültem, és eleresztettem egy kérdést, és utána beszélgettek a riportalanyaim, és csak néha-néha kellett bele kérdeznem. Tehát ilyen volt a Kovács Tichy Mihály, a Rezsa Bagnándi például. Tehát rettenetesen jó műsorokat csináltunk szerintem annak idején, és azért csinálhattunk ilyeneket, mert nagyon jók voltak a riportalanyaink. Hát nekem óriási büszkeség, a mai napig őrzöm ezeket a szignózott könyveket, Nemere Istvántól, Lőrincsel Lászlótól, Bogáti Pétertől, akit szerintem nem nagyon sokan ismernek Magyarországon, mint science fiction írót. Bocsánat. Akkor Széles Isanyi járt nálunk, és még sorolhatnám rengeteget, akkor a Star Trek-esek, hát velük egyszerűen fantasztikus volt. Én ott szerettem meg a Star Trek-et, az ő élménybeszámolóikat, ahogy hallgattam, mondom, ezt most már muszáj vagyok végignézni a sorozatokat, mert egyszerűen fantasztikus, ahogy beszéltek róla. Nekem ezek, a Treton Judit például, aki sajnos meghalt, és ő nála személyesen is jártunk, és ő nagyon sokat segített a műsornál is, sok embert tudtam megismerni általa. És egyszer voltunk Treton Judit, nem tudom, emlékszel el, Kid, erre az epizódra, hogy bementünk a lakásába, és ha visszaemlékszel rá, tetőtől talpig, a padlótól a mennyezetig, mindenhol, kivéve az ablak, könyv volt. De ezt így, ahogy mondom, vagy könyv, vagy nekem, valamilyen... Nekem ez azért nem tűnt föl, mert nálam is otthon akkor ilyen állapotok voltak, és ez azóta se sokkal javult. Illetve nekem még eszembe jutott az, hogy igazából én ezt az egészet még a munkahelyre is bevittem, ugyanis amikor az égész gyógyszergyárba dolgoztam, abban az időszakban ott volt egy kolléga, aki szintén érdeklődött a science fiction iránt, és emlékszem, hogy akkor a Parallaxissal kapcsolatos információ begyűjtés során találkoztam egy novella, science fiction novella kiírásra, és a kollégám megmondta, hogy hát igen, ő régebben írogatott ezt-azt, és akkor ezt így eljutattam hozzá, ezt a kiírást, és mondtam, hogy induljon. És ő megnyerte. Na, nagyon jó, ez szuper. Arra már nem emlékszem, de szerintem egyszer, legalább egyszer be is hívtuk, csináltunk vele interjút, ugye? Én nekem ez valami dereng, hogy született belőle egy adás. Nagyon sok interjú alanyunk volt bizony. Egyetemről is hívtunk be egyetemi hallgatókat, akik azóta már befutott írók egyébként.
Ez erre is nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag az első indítatásukat a mi műsorunkban, a könyvbemutatójukat, tehát az ős bemutató, hogy mondani szokták, az nálunk volt a Parallaxisban, egy-két ilyen novellánál, könyvnél. Ez azért nagyon jó érzés volt, hogy közreműködhettünk ezekben a dolgokban. Eltelt 20 év nagyjából, és nagyon sok minden változott, hogy a ti életetek is, meg a mi életünk is, a tudomány is, és fejlődött nagyon sokat. Hogy tekintetek vissza azokra az időkre tudományosan? Mondok egy példát, én ilyenkor mindig arra gondolok, akár Parallaxisban. Emlékszem, volt egy hír, és akkor Sasi, emlékszem, ott te is ott voltál, akkor arról beszélgettünk, hogy a nemzetközi űrállomásnak a giroszkóp rendszere meghibásodott, és hogy azt ki kell cserélni, bla bla bla, és hogy azóta mennyit fejlődöttek a dolgok, vagy például, hát akkor még úgy kb. Kapizsgáltuk a fekete lyukak létezését, ma meg már fényképünk is van róla, tehát hogy nagyon sok idő eltelt, és mik azok a dolgok, amik most már így innen nézve amit nagy ugrásnak éreztek ti is. Hát a kezdhetem én most a Mars kutatásra nagyon nagy bizalommal tekintek. Tehát Elon Musk neve biztos mindenki előtt ismerős, ahogy ő belelendült ezekbe a dolgokba, és megindított egy folyamatot, szerintem ez óriási. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Igazándiból nekem akkoriban azzal volt a problémám, hogy az űrkutatás mint olyan nehezen fejlődött. Tehát valahogy, mintha nem lett volna elég anyagi támogatásra, meg stb. Stb. Most, hogy viszont már magánúton is elkezdődtek ezek a kutatások és fejlesztések főként, és már megcélozták a Marsot, a Holdat, a stb. Ez egy óriási löketet adott szerintem az űrkutatásnak. Engemben most ez nagyon foglalkoztat, és szerintem fantasztikus lehetőségek vannak ezekbe a dolgokba. Én ezt hamarabbra vártam, megmondom őszintén. Sasi, én úgy emlékszem, hogy abban az időben is, tehát tényleg ilyen 2003-2005 magasságában, én emlékszem, hogy szerkesztettem be olyan hírt, hogy 2-3 hasonló magántársaság kezdett fejlesztésekbe, és ugye ez volt az egyik, aki végül is befutott. Szóval legalább 2-3 ilyen társaság volt, én erre határozottan emlékszem, csak nagyon lassan indultak be a kutatások, nagyon nehezen értek be. Tehát kellett náluk is egy 10 év, ahogy így én van. Most visszanézem. Na, ezt tartom lassúnak. Lehet, hogy azért, mert már öregszem. Hát de most gondolj vissza, én még nem éltem, amikor ember volt a Holdon, és én azóta sem. Meg. Na, és azóta sem volt, és most jött föl újra ez a téma igazából komolyan, hogy na esetleg Amerika az európai ügynökséggel együtt, vagy valamilyen nemzetközi összefogás keretében újra szeretne embert küldeni a Holdra, hogy előkészítse a Mars missziót, a emberi küldetést. Tehát én ha ezt nézem, akkor azt mondom, hogy marha lassan fejlődünk, igen. Tehát nem tudunk biztonságosan még mindig embert küldeni a Marsra. Úgy döntöttél előbb-utóbb, Sasi, hogy vége, és elhagytad a Pararádió csapatát. Mi vezetett ehhez a döntéshez? Biztos nem emlékszik már senki arra, hogy én tele köhögtem az adást. Tehát nekem asztmatikus betegségem van, és elég sokat köhögtem abban az időben. És akkor ez nagyon erősen visszavetette az én kedvemet is, úgymond. A másik dolog az, hogy azért azt tudni kell, hogy ezeket a műsorokat és adásokat teljesen saját költségen és költségtérítés nélkül a saját erőforrásainkkal készítettük, és a saját lelkesedésünket beleadva ezekbe a dolgokba. És hát én úgy voltam vele, hogy
kezdtetek ugye ti megjelenni és ti feljönni, úgymond, ez a feljönni lehet, hogy nem jó szó ide, és én nekem volt egy olyan érzésem, tehát ez a másik ilyen érzés volt bennem, hogy egyrészt a köhögésem nem szerencsés, másrészt itt van az új generáció, és én úgy gondolom, hogy új idők, új szava meg kell, hogy jelenítődjön hangsúlyosabban, és én úgy láttam, hogy a ti kezetekbe lerakva ezt a műsor folyamot, én biztos kézben láttam ezeket a dolgokat. Tehát én szerintem, hogy a mai napig létezik a Parallax is, ezt nem gondoltam volna, de nagyon örülök neki, és ez bizonyítja szerintem, hogy jól ment ez a dolog, és jól ment ez a váltás is. És ez milyen érzés egyébként, hogy az, amit annak idején kitaláltál, a 90-es évek végén, az most így a 20-as évek elején, vagy a 10-es évek végén is megállja a helyét, és most nyilván a saját projektemről beszélünk, mint Parallax és Podcast, így ez az én számból egy kicsit rosszul hangzik, de hát Juharin Zsuzsanna díjat nyertünk, a Tudományos Újságírók klubja más elismerést is és adott nekünk, tehát hogy azért ez egy sikeres dolog tudott lenni, és tud lenni ma is, és azért ez ugyanannyira a tied, vagy a tietek, mint amennyire most a miénk. Igen, ez egy fantasztikus érzés. Tehát, hogy megalkotsz egy koncepciót, és az tovább él, tehát, hogy belőled egy rész, mert ez én úgy érzem, hogy azért ezt mi megalkottuk, a kid is, meg aki részt vett, tehát ti is ezt a műsor folyamot, és magát a koncepciót is összeraktuk, és ez szerintem maga a tudományos érdeklődés, ez egy, szóval nagyon jó érzés. Így összefoglalva, nem akarom bővebben kifejteni, mert órákig lehetne erről szerintem beszélni. Tehát ez szerelem gyerek nekem, igazándiból ez a műsor. És nagyon jó érzés, hogy működik. És minden tiszteletem egyébként a műsorkészítőké, tehát fantasztikus jó műsorokat állítotok össze szerintem. Lelkes hallgató vagyok, megmondom őszintén. Hát köszönjük szépen. Kid, te egyrészt az előző kérdésem, mert neked is föltenném, másrészt pedig te meddig voltál a rádió csapatának tagja, mert én 2005 elején eljöttem, legkésőbb, már nem emlékszem pontosan, te meddig voltál a rádiónál? Hát végig, a 2007-es kényszer bezárásig, amikor ugye úgy alakultak a dolgok, hogy sajnos az alapítvány megvonta a támogatást a rádiótól. Tehát előtte ez azért úgy működött, hogy bár fizetést meg költségtérítést nem kaptunk, de rendelkezésre állt egy stúdió, stúdiótechnika, az adás lebonyolításhoz szükséges technika, meg ami ilyen jogvédős dolgok, tehát mindenféle ilyesmit rendezett a rádió, tehát azért ez is pénz, és nekünk csak idézőjelben csak ennyit kellett beletenni, hát ez sajnos 2007-ben megváltozott, és teljesen kiszállt ebből a rádió, és így nem csak a Parallaxisnak, hanem a Pararádiónak is vége szakadt, és nagyon örülök, hogy a Parallaxisnak mégsem, hiszen más formában állatok veletek, ez folytatódott. És annyiszor szóba hozta Sasi, hogy nem állhatom meg, hogy ne kapcsoljam adásba Rezsabek Nándit. Szia Nándi, köszönjük, hogy csatlakoztál a műsorhoz. Ahogy Sasi is elmondta itt a műsor első felében, meg hát a Parallax és Podcast állandó hallgatói ma már tudják, hogy te is a Parallax és Univerzum szülötte vagy és része vagy, de hát azért neked is van múltad, és te is igen régen kerültél bele a műsorba. Mesélj erről kérlek a kedves hallgatók. Igen, hát így visszatekintve időben, szerencsés módon így a különböző közszereplései meg előadásaimról egy-egy memót írtam még annak idején, és így pontosan meg tudtam nézni, hogy 2002-ben volt a debütálás, ami lassan két évtizede, tehát gyakorlatilag a műsor indulását követően nem sokkal. Ez 2002-ben úgy történt, hogy E. Kovács Zoltán, a Kecskeméti Planetáriumnak az igazgatója,
akivel milyen szakmai kapcsolatban álltunk az akkori Magyar Csillagászati Egyesület Kiskun csoportja kapcsán, és egy nagyon személyes viszony is kialakult, többször volt vendég, ugye még a pararádiós időben, ugye a Parallaxis műsorában, és Zoli ajánlott be, és javasolta, hogy vegyek részt én is egy műsorban, ez akkor is Sasi részéről elfogadásra talált, és így voltunk mi együtt 2002-ben egy közös adásban, ez személyesen történt, amikor a várban voltak a felvételek és a stúdió, és ez volt a legelső adás, és utána pedig nagyon sokszor vendégeskedtem, egyfelől ilyen aktuális csillagászati rendezvények, meg különböző aktuális égi látnivalók során. Voltak olyanok, amikor együtt szerepeltem, például Barta Lajossal, a jeles csillagászattörténésszel ketten, akkor Balaton Lászlóval, akivel anno a Kiskun csoportját csináltuk az Egyesületnek, utána pedig egyedül is gyakorta jártam fel a várba, még ugye Sasi féle időszakban, majd pedig ez folytatódott, amikor már Ádám vette át a műsor vezetését, és egészen, ha jól emlékszem, 2005-ig tartott ez a koprodukció, gyakorlatilag ameddig nagyjából ugye még az előző írában a műsor folytatódott. Nekem ez mindig nagy öröm volt, tehát egyfelől az, hogy ugye meghívást kaptam, nagyon szívesen is mentem, meg ezek így nagyon jó hangulatban zajlottak mindkét időszakban. Ezek így kellemes emlékek voltak, és ez így mindig megmaradt bennem. Meg amit mindenképp el kell mondani, lehet, hogy itt az adás elején már egy beszéltetek róla, hogy én ugye most kapcsolódom be, de nagyon fontos elmondani, hogy ez a internetes alapú rádiózásnak is abszolút a kezdete volt Magyarországon, és én nem tudok más, ami előbb lett volna, vagy amivel akkor találkoztam volna, tehát ez nagyon-nagyon úttörő volt, emellett úttörő volt olyan szempontból is, hogy nem csak azt mondom, hogy hogy mondjam, nagyon szűken vett tudományos kérdésekkel foglalkozott, hanem vegyítette a science fiction dolgokat, és egyfajta ilyen szélesebb népszerűsítését a tudománynak, nem szűkítve le egy valamire, és ez egy nagyon szimpatikus megközelítés volt, és teljes mértékben újdonság is volt, ez ma látszik, hogy ez még úgy mondom, hogy azóta is, hogy mondjam, nem is tört át itthon, és ezért van az, hogy a jelenlegi Parallaxis is egy nagyon friss dolog, annak kellene, hogy komoly múltja van, mert ezt az ösvényt járja, és gyakorlatilag talán most van itt az idő, hogy még nagyobb közönséghez szóljon, és ez volt gyakorlatilag az előzmény, ez a nagyon komoly és novum jellegű előzmény. Én is üdvözöllek a műsorban, Andi. Hello, szia! Hello. Sosi vagyok, és fantasztikus volt ezt hallgatni, tehát nagyon jó érzés, köszönöm szépen. És nem csak én szerintem, hanem aki annak idején hallgatta ezeket a műsorokat, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó élmény volt ő nekik is. Tehát ilyen nem olyan sok visszajelzést kaptunk a műsorok közben, erre biztos ti is emlékeztek, mert ez általában visszahallgatták ezeket a műsorokat, de azután, tehát ilyen chat rendszereken keresztül, e-maileken akár, vagy akár személyesen is, szerintem nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és szóval ez jó volt, ez szuper volt, és nagyon jó visszagondolni rá, nekem is. És azt kell, azt mondom, az idő igazolja azt, hogy ez elindult és jó volt, mert lássuk be, hogy ez két évtizedes előzmény, és most is erről beszélünk, és most is van ennek közönsége, hallgatósága, nyilván már egy más platformon szélesebb, és időtállónak bizonyult. Úgyhogy ez nagyon jó dolognak tartom. Azért megemlítenék még egy-két dolgot. A Nándinak nagyon jó blogja van. Tehát aki egy kicsit is ismeri Nándit, a Science Blog, szerintem az szuper. Tehát most, hogy becsatlakoztam, most már élesbe kell téged dicsérni, Nándi. Úgyhogy szerintem azt is érdemes olvasgatni és nézegetni. Köszönöm. Még Nándi nem voltál itt, kérdeztem a fiúktól, hogy melyik volt a legemlékezetesebb adás, amiben részt vettek a régmúltból, de hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon rég is volt. Neked nyilván azok voltak a kedvenceid, mikor benne voltál, feltételezem. Milyen érzés visszagondolni erre az időszakra, és akkor mindenkihez szól a kérdés? Hát ha így megszólítottam, tehát, és két személyes emlék, ami ilyen maradandó.
Említettem a Barta Lajossal közös szereplést, és ő említette az adás végén, hát hogy gyakorlatilag ugye az 1940-es évektől részt vett a hazai csillagászati életben, tehát igazán sokat látott, most is köztünk van még, és ő említette azt a közös adás végén, hogy emlékeztette ez a műsor valamelyik 60-as, 70-es évekbeli rádióműsor, amit ő nagyon színvonalasnak tekintett, és ahhoz hasonlított, és így megmaradtak a szavai, mert ez egy nagyon komoly dicséret volt a részéről. Ez, ami most így hirtelen emlékként föltül, meg még egy, hogy talán az utolsó adás, amikor én a várban voltam, és utána költözött el ugye a stúdió és a csapat, akkor egy ilyen nagyon mesés hangulat volt, tehát ez gyakorlatilag a tél vége volt tavasz elején, de esett a hó, és gyakorlatilag mint egy mesében úgy a hóesésben mentem és jöttem, és ez így egy ilyen örök élmény volt, ez mindig megmaradt bennem, ez abszolút ilyen személyes jellegű dolog. Ez a kettő, ami most így feltolul, de konkrétan emlékszem olyan témákra, akkori rendezvényeinket promótáltuk, meg akkori valamelyik üstökösről beszéltünk részletesebben, ami éppen akkor húzott el az égen. Tehát vannak ilyen emlékek, meg ugye a szereplőkre jól emlékszem. Aztán ugye ez volt a folytatás is ugye Ádámmal, hogy tulajdonképpen egy véletlen során derült ki, hogy a műsor folytatás, de ezt azért meg elmondanám, ez nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy a mostani csapatban, hogy Vince Miklóssal voltam kapcsolatban, gyakorlatilag ilyen levelező szinte, meg különböző témákban, és a Parallaxist én is követtem az elmúlt időszakban, és mindig eszembe jutott, hogy van egy hasonló nevű műsor, vagy volt egy hasonló nevű műsor, és utána egy teljes véletlen folytán kapcsolódott, hogy ez egy és ugyanaz, tehát ez nagyon viccesen hangzik, de én magam sem, tehát ez így kimaradt ez a köztes idő, és egy idő után derült, hogy egy és ugyanaz, és gyakorlatilag összekapcsolódott bennem is a múlt és a jelen, ami egy érdekes dolog, és gyakorlatilag így ezzel a mai adással válik így egy egységes univerzumá bennem is, hogy gyakorlatilag ez a korai időszak, meg a mostani, hogy ezek mennyire összeér, és mennyire egy kezdet, meg egy tovább lépés a mostani. Én már soroltam egy-két embert, akivel nagyon szívesen voltam együtt ezekben a műsorokban, és már azt is megemlítettem, hogy maga az egy nagyon jó érzés, hogy tovább viszitek ezt a bizonyos szekeret, fölvettétek a fonalat, sőt, most már teljesen új metódusokat is beemeltek ezekben a műsorokban. Én nézegettem az archívumot, mert még megvan. Van egy ilyen, hogy www.pararadio.hu. és ott archívum. És ilyeneket néztem benne, hogy tévésorozatok rezignált elemzése. És akkor itt a Babylon 5, RTL Klub, stb. Csillagok háborognak. És így ilyen emlékeket idézett ez föl bennem, hogy ezek nem voltak azért annyira nagyon komoly, tehát csak komoly témákról szóló műsorok. Tehát próbáltunk humort is belevinni ezekbe, nem tudom, mennyire emlékeztek ti ezekre a dolgokra. Tehát humorosan, könnyeden próbáltuk tálalni azokat, ahogy mondtad, Nándi, te is, hogy könnyen ehető legyen, ez nem biztos, hogy jó kifejezés, de hogy könnyen befogadható legyen az a sok információ, amit átadunk a kedves hallgatóknak. Szerintem ez egy nagyon lényeges és jó dolog. És ugye erre van, ennek van helye, és van rá igény. Én a saját ismerősi körünkben, meg azokat az olvasókat tudom említeni, akik ugye a planetology.hu oldalunkat, vagy a saját blogommat olvassák, vagy így az újságcikkeimet, hogy mindenki szereti a Parallaxist, és pont azért, mert más, és szélesebb, humoros, és úgy mondom, hogy a tudományos kérdéseket is egy kicsit jó értelembe vett formában, de könnyedebben közelíti meg, és sokkal szélesebb körülön, és a másik nagyon lényeges, hogy a science fiction témák is bejönnek, de ezek olyan formában, ami szintén egy kicsit így iránymutató, hogy milyen típusú műveket érdemes esetleg olvasni, milyen egykori vagy jelenlegi tévéfilmeket vagy filmeket lehet nézni. Tehát ebben is úgy mondom, van egy ilyen ismeretterjesztő jelleg, ami számomra nagyon szimpatikus. 6 műsorvezetője van ennek az univerzumnak, és mi most szabadságra is megyünk, illetve hát Csaba és Miklós mára jól megérdemel szabadságukat töltik, de hát május 27-én is lesz tudományos és fantasztikus podcast, csak most nem Parallax, hanem Planetocast.
Nándi, kérlek, mesélj, mire számíthatnak a hallgatók az első adásban? Bardószni Kocsis Erzsó és Kovács Gergővel így hármasban, ugye ez a planetology.hu szekció itt a Parallaxis univerzumban. A témák igen változatosak lesznek. A legelső adásban, amit a kedves hallgatók majd élvezhetnek, itt a világ végéről lesz szó. Próbáltuk erre az adásra, meg a többi is jellemző módon, meg ugye a Parallaxisra egyfelől humorosan is megközelíteni. Emellett azért nagyon sok tényadatot hozunk be. Most az első adásban, itt a világ végén egyáltalán próbáljuk megközelíteni, hogy ezt hogy értsük természettudományos, hogy akár vallási szempontból, ugye ezeket a megközelítéseket hozzuk a legbutább félelmektől kezdve az esetlegesen természettudományos és megalapozható valódi világvége jelöltekkel, és ezeken megyünk végig. Jó hangulatban teltek a felvételek, és én nagyon bízom benne, hogy ez át fog ragadni majd a hallgatóságra, és így ezt a nyári szezont követik velünk egészen addig, ami ugye vissza nem tér majd ősszel az alap csapat. Tehát május 27-én a Planetocast első adásában világvége 6, globális hisztéria, és hát nyilván elfogult vagyok, de remekül sikerült adás volt, úgyhogy egyrészt gratulálok hozzá, Nándi, másrészt pedig a kedves hallgatóknak azt tudom ajánlani, akik esetleg megijedtek, hogy most az eredeti hármas nélkül kell tölteniük a nyarat, semmi pánik, mert nagyon-nagyon jó kezekbe hagyunk itt titeket, Rezsabek, Nándi, Bardószné, Kocsis Erzső és Kovács Gergő személyében, és mi szeptember 2-án térünk vissza a Parallaxis Podcast 5. évadával, de addig még van 14 hét, 7 adás, 7 fantasztikus Planetocast adás, úgyhogy mindenképpen tartsatok Nándiékkal, és addig is olvassátok a parallaxis.emtv.hu című univerzum központi honlapunkat, blogunkat, illetve a SoundCloud csatornánkon megtalálhatjátok a Parallaxis eddigi epizódjait, a Szokolébresztő epizódjait, illetve május 27-től a Planetocast epizódjait is megtalálhatjátok ott, planetology.hu, ezt is tessék olvasni, hallgassátok az Impulzus Podcast epizódjait is, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm mindhármotoknak, de hát ha nem haragszol, Nándi, akkor elsősorban Sasinak és Kidnek, hogy itt voltatok velünk, és egy kicsit ebben a rendhagyó adásban beszélgettünk a Parallaxis múltjáról, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok. Kedves hallgatók, érkezünk Parallaxis Podcast-tel szeptember 2-án tehát, de addig május 27-én érkezik a Planetocast első epizódja, fogadjátok őket szeretettel. Fantasztikus adás lesz, úgyhogy további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Szeptember 2-án jön a Parallaxis következő része. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu